Ez a kép is egy fogadás adta 10 évvel ezelőtt az ötletet Balázs Eszter magyar történésznek és Phil Casoar francia újságírónak, hogy kiderítsék, kik láthatóak a képen, és hogy vajon mi történhetett a fiatal magyar párral az 56-os forradalomban. Kékesi Attila filmje ezt a kutatómunkát követi nyomon. Balázs Eszter történész elmondta, a kép a francia Paris Match forradalmi képsorának nyitóképeként jelent meg, és bejárta a világot, mint kiderült, a forradalom egyik legszimbolikusabb képével álltak szemben, ami egy sok évig tartó nyomozó munkát indított el. Az 1999-ben kezdődött kutatás során elsősorban a lányról találtak képeket, adatokat, így a film az ő történetén keresztül mutatja be, hogy a forradalom hogyan befolyásolta, alakította a hétköznapi emberek sorsát. Kíváncsiak voltunk, kik vannak a képen, és ki készítette. Tehát a kiinduló kérdésünk nagyon egyszerű volt, de nagyon nehezen találtuk meg rá a választ természetesen. Tehát ez olyan, mint tűt keresni a színakazalban, hiszen ezek ugye a nagy közönség előtt ismeretlen emberek, tehát nem politikusokról van szó, nem értelmiségiekről van szó, akiknek van nevük, van arcuk, van ismertségük, hanem ők a tulajdonképpen a hétköznapi emberek, a teljesen egyszerű hétköznapi emberek, akik persze a történelem viharában, az 56-os forradalom idején, ugye a történelem forgó színpadjára kerültek. Szűk Balázs a Grasalkovics Antal baptista szakiskola tanára még 2010-ben a film bemutatója után kérte fel a kutató párost a szereplésre. Szerinte a film a fiatalokat szólítja meg, hiszen nem egy hagyományos, megszokott dokumentumfilm, hanem a kriminél is izgalmasabb nyomozással mutatja be egy személyes történeten keresztül az 56-os eseményeket. Két valódi szereplőnek a történetét követjük, mert ugye általában a nagy események absztraktak és elvontak. A történelemkönyvek szinte ezekre a leegyszerűsítésekre korlátozódnak. Abban az esetben azonban, ha mindez élményszerű lesz, akkor a bármilyen történésről, de hát különösen az egyik legikonikusabb történésről, ugye 56-ról, közelebb tudjuk hozni. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára jelenik meg az eredeti francia példány után a könyv magyar változata is, aminek utószavában az is nyilvánosságra kerül, hogy mi derült ki a nyomozás során a képen szereplő fiúról.